Véget ért a 3 hetes forgatag a Tagore sétányon. Augusztus 29-én bezártak a pavilonok, befejeződtek a borhetek. Hétfőn már a bontás munkálatait örökítette meg operatőrünk, péntekig kell felszabadítaniuk a partot a gazdáknak. Az idei borhetek nagyjából a tavalyi forgalmat bonyolította, és az időjárás is kedvezett a szabadtéri eseménynek. Az idei év is bebizonyította, hogy egy ilyen volumenű rendezvény, mint a Balatonfüredi Borhetek, nem csak a városnak, de a térségnek is egy nagyon húzó rendezvénye. Nem csak a városból, hanem környékbeli településekre is nagyon sok vendég érkezett. Kell ez a rendezvény, nagy igény van rá. Ugye nagyon érdekes volt az időjárásunk, mert az első hét az mondhatjuk egy átlagos nyári időjárás volt, ilyen 28-30 fokkal, aztán begyújtották ott fenn a kazánokat, és akkor az a 35-36 sem volt ritka, és ugye az utolsó héten, mint mindig 20-án így elvágták volna a meleget, és jött egy hűvösebb idő. Ugye a borfogyás is ennek megfelelően alakult, ugye az első héten ugye a vendégek kóstolgatták, nézegették, mik a kínálat, mik az újdonságok, mik az, ahogyket szívesen fogyasztanának. Ugye a harmadik, vagy második héten ugye volt ez a nagyon meleg, akkor inkább a könnyebb borok mentek, szinte vörösbor nem is fogyott, gyöngyöző borok, egyszerűbb fehér borok, és ugye a harmadik hét volt az, amikor már egyrészt megismerték, hogy mi a kínálat, és akkor fogytak igazán a veretesebb, testesebb fehér borok, illetve vörös borok. Igazából az idei borhét annyira simán, olajozottan ment, hogy szinte már nem is hittük el, hogy ez ilyen jól tud menni. Hát reméljük azt, hogy ez a negyedik hullám annyira nem érint majd minket. Szerintem egy nagyon jó hangulatú, nagyon jó borhét volt. Ugye sajnos a jogszabályok miatt, ami már második, harmadik éve lett volna ezek a mikroszínpados műsorok, ezek nagyon-nagyon hiányoztak. Ezt hiányolták a vendégek is, mi is, hát reméljük, hogy jövőre már a hagyomány tovább tud folytatódni. A gazdák ezekben a napokban már a szüretre készülnek, idén kicsit később kezdődnek a munkálatok, a csapadék hiány hátráltatja a betakarítást. 150 mm csapadék hiányzik. Ugye a korai fajtákat már elkezdték, ugye írsai, ugye itt a csabagyöngy annyira nem jellemző, valaki már cserszegit is szedett. Hát ha nem lesz egy komolyabb 50-60 mm esőnk, akkor nem is tudom, hogy mi lesz, mert egyelőre még a söréthez hasonlóak a szemek. De hát bízunk benne, hogy jövőre ilyenkor már derűsen tudok nyilatkozni az idei szüretről.